Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorunkban. Fejlesztésekről és támogatásokról döntöttek Bátaszéken. A rendőrség napját ünnepelték. Lezajlott a gimnáziumi ballagás szombaton. Városi majális Bátaszéken. A belterületi utak fejlesztésére több mint 250 millió forintos támogatási igényt nyújt be a Bátaszéki önkormányzat. Többek között erről esett szó az áprilisi képviselőtestületi ülésen. Emellett kiosztották a pályázó civil szervezetek között a közel 2,5 millió forintos támogatást. 27-én tartotta meg áprilisi rendesülését a Bátaszéki képviselőtestület, ahol megtárgyalták, hogy a TOP plusz keretein belül milyen fejlesztésekre pályázik még idén a város. Belterületi utak tekintetében is pályázatot kíván benyújtani, és három megalapozó tanulmányt hagyott jóvá a képviselőtestület, ami alapján három pályázatot kívánunk majd erre a célra benyújtani. Az egyik megalapozó tanulmány a Bezerédi utca teljes felújítását tartalmazta és tartalmazza, ez lesz az egyik pályázatunk. A másik meg az alapozó tanulmány az az Olimpia Orbán utcának a felújítását tartalmazza. Ez a két pályázat gyakorlatilag a helyi tömegközlekedés szempontjából kiemelt útszakasznak minősül, hiszen ezen a vonalon közlekedik a helyi járatos buszközlekedés, és látjuk, hogy a korábbi évek műszaki adottságai azért üzemeltetés és fenntartási problémákat okoznak, ezért szélesítésben, út stabilizálásban, bizonyos szakaszokon, árkoknak a lefedésében gondolkodunk, hogy korszerűbb és biztonságosabb közlekedési körülményeket tudjunk majd nyújtani, reményeink szerint egy nyertes pályázattal. Míg a harmadik csomagban Lajvér település részt érintően három utcának, illetve három útszakasznak a felújításátra készült el, és hagytuk jóvá megalapozó tanulmányt, és ezt szeretnénk benyújtani. Ez a csomag úgy nagyjából 250-280 millió forintos forrást igényelne, amennyiben a városunk ebben eredményesen tud majd pályázni. Ezen kívül az idősek nappali ellátásához kapcsolódó források biztosításáról is döntöttek a képviselők, valamint a 2022 első féléves civil szervezetek számára biztosított támogatást is kiosztották. A beérkezett pályázatok értékelése során két olyan civil szervezet volt, akit nem részesített a képviselőtestület támogatásban. Az egyik civil szervezetnek nem volt bátaszéki székhelye, míg a másik civil szervezet kapcsán az volt az álláspont, hogy egy másik kategóriából ugyanaz a körhöz tartozó civil kör már támogatásban részesült, így 2.375.000 forint került felosztásra a 2,5 millió forintos keretből. Reméljük, hogy a második fél évben is tudunk majd megfelelő forrásokat biztosítani, és esetleg ki tudjuk írni majd a második fél évvel és a civil szervezetek számára egy támogatásszerzési lehetőséget. Napokon belül elkészülnek a támogatásról szóló okiratok, és biztosítani fogjuk a forrásokat ahhoz, hogy a működésük zavartalan tudjon lenni. Külön döntöttünk arról is, hogy a Bátaszéki Német Egyesület részére a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar fenntartása érdekében 360.000 forintot biztosítunk. Évek óta ez az egyesület látja el egyébként a fúvószenekarnak a működtetését, de korábban ebből az általános működési keretből biztosította ezt a forrást. Úgy ítéltük meg, hogy külön erre a feladatra fontos, hogy a város elkülönített forrás biztosítson, és a fennmaradó összege teljes egészében az egyesület egyéb céljainak és működési feladatainak finanszírozására tudja majd fordítani. De a város alapítványainak a helyzetét is tárgyalták. A képviselőtestület beszámolót hallgatott meg az önkormányzat által alapított közalapítványok 2021 évi működéséről. Négy közalapítványa van a városnak, ami gyermekvédelem terén, közművelődés terén, oktatás terén, illetve sport terén működik. Megköszönte a képviselőtestület az alapítványok élén működő kuratóriumoknak a feladatát, elkötelezettségét, elhivatottságát, és hát abban állapodtunk meg, hogy a jövőre nézve tematikusan a közművelődési bizottságunk bevonásával szeretnénk az alapítványokkal egy szorosabb kapcsolatot kialakítani annak érdekében, hogy mindazok a célok, amelyek az alapítvány keretén belül megvalósíthatók,
ahhoz az önkormányzat hogyan tud esetleg további lehetőségeket biztosítani, hogy ezeket a célokat minél szélesebb körben a város fejlődése érdekében tudjuk teljesíteni. A rendőröket ünnepelték Bátaszéken azon a hagyományos eseményen, amit két év után újra meg tudott szervezni a városi önkormányzat. A kötetlen találkozó lényege, hogy megtárgyalják az elmúlt időszak eseményeit, és megköszönje a város a rendőrök lakosságért folytatott munkáját. Akkor működik jól egy település, és akkor működik jól egy kisváros, hogyha a településen élők, ahogy ezredes úrra szoktuk beszélni, szubjektív közbiztonság érzete az jó. Ha úgy érzi gyakorlatilag, hogy biztonságban van, ha van problémája, akkor azt azonnal orvosolni tudja az a szervezet, akinek éppenségen ezt meg kell tegye. És én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban is az volt a jellemző, hogy Bátaszéken nyugodt hangulat és nyugodt körülmények voltak. Két év kihagyás után újra megvendégelte az önkormányzat a rendőrség napján a Bátaszéken szolgáló egyenruhásokat. A sok éves hagyományt a koronavírus járvány miatt kellett megszakítani 2020-ban. Nagy öröm, hogy végre lehetőségünk van a rendőrség napját már személyesen megünnepelni, és köszönetet mondani a Bátaszékváros területén dolgozó rendőrkollégáknak, legyen az rendőrös, vagy éppenséggel az autópálya alosztálynak a munkatársai, hiszen két évig erre nem volt lehetőségünk, 2019-ben találkoztunk utoljára. Ez az alkalom arra is tökéletesen jó, hogy fehér asztal mellett tudjunk kicsit beszélgetni természetesen munkáról, hiszen azért fontos, hogy a város közbiztonsága az mindig olyan hangulatban teljen, hogy szabad így fogalmazni, vagy inkább azt mondanám, hogy olyan hangulat legyen a város közbiztonsága körül, amit a bátaszéki polgárok elfogadnak. Hiszen akkor jó, hogyha nem tudjuk, hogy a rendőreink dolgoznak, mert akkor nincsenek események a város területén, és hála Jóistennek azt kell mondani, hogy mind talán a szubjektív közbiztonságérzetünk azt sugallja, hogy jó Bátaszéken a közbiztonság helyzete, de a statisztikák is ezt mutatják, hiszen nincsenek olyan kirívó bűncselekmények, azok, amik megvannak, azoknak a száma csökkenő tendenciát mutat. Így azt mondhatjuk, hogy Bátaszék közbiztonsági szempontból egy csendes, nyugodt településnek tekinthető. Ez egy összefogás és egy közös munkának az eredménye, hiszen egyrészt a rendőrség munkatársai, másrészt a Bátaszéken működő polgárőrség azért a nap 24 órájában a településen van, és ez is azt gondolom, hogy egy visszatartó erő e tekintetben, és vezetői szinten is próbálunk napi kapcsolatban lenni, akár megyei kapitánnyal, akár a kapitányság vezető úrral, de az őrparancsnok úrral mindenképpen, hogy képben legyünk, hogy mi is történik a városunk területén, és ha megoldást kell találni, akkor azt minél gyorsabban megtaláljuk. Marcsak Sándor, a szekszárdi rendőrkapitányság vezetője is részt vett az eseményen. Ő elmondta, szép gesztusnak tartja a várostól azt, hogy igyekszik minden évben megrendezni ezt az összejövetelt. Fehér asztal mellett átbeszéljük az elmúlt időszakot, és itt tényleg nem egy ilyen ünnepségről, hanem kötetlen beszélgetésről és egy jó együtt töltött időszakról. Egész évben a szakmai feladatokat látjuk el, de ezekre a kötetlen formájú beszélgetésekre mindenképpen szükség van. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat és a rendőrség a helyi ügyeknek a kezelésében nagyon fontos feladatot lát el, és nagyon fontos az is, hogy az önkormányzat és a rendőrség kiváló kapcsolatban működjön együtt. Én úgy látom, hogy Bátaszéki önkormányzat és a szekszárdi rendőrkapitányság, a szekszárdi rendőrkapitányság őrse, az őrs állománya kiválóan együttműködik. Hogyha az elmúlt időszakot kell értékelni, akkor mindenképpen kiemelést érdemel, hogy a rendőrség rendkívüli körülmények között végezte a munkáját, hiszen a koronavírussal kapcsolatos védelmi intézkedéseknek az ellátása, illetőleg az illegális migráció, az ahhoz kapcsolódó embercsempészet jelentős többletfeladatot jelentett a rendőrségnek. Mind a mellett, és polgármester úr is a köszöntőjében erre kitért, a lakosság ezekből semmit nem érzett, tehát közbiztonsági deficit nem keletkezett ezáltal, hogy a rendőreink más irányú feladatokat is elláttak.
Zádori László rendőrőrnagy egy éve vezeti a Bátaszéki őrsöt. Maga itt az őrs illetékességi területén található önkormányzatok, tehát maga polgármesterekkel szerintem példaértékű a kapcsolat, és elmondhatom, hogy még nem volt olyan kérésem vagy kérdésem, amiben azonnal nem segítettek volna, vagy azonnal nem reagáltak volna. Tehát én nagyon pozitívan, ha lehet mondani, csalódtam ebbe a beosztásba. Ez ugye egy picit elszigetelt, úgymond ez a bátaszéki rendőrös, de viszont úgy lehet mondani, hogy a lakossága viszonylag ilyen családias a kapcsolat, tehát folyamatosan közvetlenül keresik a munkatársaimat, illetőleg engem is bármilyen probléma felmerül. Tehát csak pozitívan tudok beszélni mind a maga bátaszék lakosságáról, mind a környező településekről is. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy év alatt egy-két kisebb problémán kívül nem volt olyan jellegű esemény, amelyik egy közfelháborodást, vagy bármi olyan, ami a lakosságnak úgymond a szubjektív biztonságérzetét negatív irányba befolyásolta volna. Tehát megpróbálunk a lehető legtöbbet az utcán tartózkodni, és ez szerintem meg is hozta a gyümölcsét itt az elmúlt egy évben. Egy teljesen felkészült csapatot kaptam meg, ha ezt így lehet mondani. Nyilván vezető-vezető között is van különbség. Bizonyos dolgokban eszközöltünk némi változást, de azt mondom, hogy egy teljesen jó működő csapat alakult így ki. Igazából én teljes mértékben meg vagyok elégedve, és jól is érzem itt magam. A zökkenőmentes együttműködés érdekében a lakosoknak is be kell látnia, hogy az egyenruhások értük dolgoznak. Közel 40 diáktól vett búcsút szombaton a Bátaszéki II. Géza gimnázium. Idén két osztály ballagott el az intézményből. A diákok hétfőn már meg is kezdték az idei érettségi vizsgákat. Tablóikkal és egy-egy virággal a kezükben vonultak be a tanáriba a most végzős osztályok diákjai szombaton a Bátaszéki II. Géza gimnáziumban. A fiatal felnőttek apró, de annál kedvesebb gesztussal készültek egykori oktatóik számára. Szeretnénk megköszönni tanárainknak a 6 éves munkát, és hogy ennek nyoma is maradjon, ezért szeretnénk átadni szeretettel a tablónkat, és hogy megőrizze azokat a szép emlékeket, amiket itt együtt szereztünk a gimnáziumban. A tabló mindig egy szimbólum, egy pillanat felvétel az érettségi előtt álló, a diák éveiktől elköszönő fiatalokról. Ezt már az iskola igazgatója Sümeg József mondta a ballagókhoz intézett köszönőbeszédében. Én egy jó tanácsot, egy gondolatot szoktam azért mindenkinek mondani, és engedjétek meg, hogy én tudom, hogy már az idő nagyon jár, de engedjétek meg, hogy ezt még elmondjam. Ez a kis fonal története. Egyszer egy fonal darab véletlenül levágódott egy gombolyagról és leesett a földre. Úgy érezte ez a kis darab fonal, hogy ő már semmire sem jó. Úgy gondolta, hogy túl gyönge ahhoz, hogy kötelet kössenek belőle, túl rövid ahhoz, hogy egy pulóver vagy egy sál legyen belőle, de még nem is elég jó és szép ahhoz, hogy mondjuk aranyhímzést készítsenek, és irigykedve nézett az aranyfonalra, hogy milyen jó annak, hiszen gyönyörű ruhákat és egyebeket tudnak vele díszíteni. És ahogy így szomorkodott, meghallotta ezt a viaszocska. És azt mondta a viaszocska a fonalacskának, hogy ne szomorkodj. Ne szomorkodj, mert lehet, hogy egyedül gyöngének és kevésnek érzed magad, de ha mi együtt leszünk, akkor ebből lehet egy gyertya. Lehet, hogy nem leszünk hatalmas gyertya, ami esetleg egy gyönyörű tükörtermet világíthat meg, de egy pici kis fény, amely meleget és fényt tud adni a világba. Hát én azt gondolom, hogy a mi életünk is valami ilyesmi. Mi magunk is egy kicsi, ilyen pici fonalacskák vagyunk, és lehet, hogy sokszor úgy is érezzük magunkat, mint ez a fonal, amelyik leesett erről a gombolyogról, és úgy érezte, hogy ő neki már nincs is a világban helye.
De ha meg tudjuk találni azokat a pontokat az életben, amely viasz lehet a számunkra, akkor higgyétek el, hogy ti is világítani és melegíteni tudtok. A tanárok és a diákok meghitt bensőséges búcsúja után a már jól ismert forgatókönyv szerint folytatódott az idei ballagás. A fiatalok az intézményt, annak termeit és folyosóit utoljára körbejárva a folyosón keresztül vonultak ki az udvarra. Az udvaron aztán a zászlótűzéssel, majd az intézmény névadójának emléket állító részkarc megkoszorúzásával folytatódott a program. A végzősöktől, mint minden évben, most is elköszöntek az alsóbb éves diákok. Az intézményt ugyan magatok mögött hagyjátok, de az itt átélt sok-sok öröm és bánat, a játék, a tanulás, a programok, a csíndevések, a diákszerelmek érzése és emléke még évtizedekig ott marad bennetek, és néha felsejlik majd lehet éppen úgy, ahogyan az én családomban. Ti fogtok majd egykori Gézásként a gyermekeiteknek mesélni a gimis élményeitekről. A padokon ülő végzős diákok szemébe bizony olykor-olykor bánattal vegyes örömkönnyek szöktek, ahogy hallgatták az elmúlt éveiket felidéző gondolatokat egykori diáktársaiktól. De ez valahol a világ legtermészetesebb dolga is, hiszen a középiskolai ballagás, amellett, hogy egy új kezdete, a korábbi évek lezárása is egyben, ami pedig nem könnyű kihívás az ember életében. Lapátok és egy csemete került elő, Bátaszéken ugyanis hagyomány, hogy a végzős osztályok egy fiatal fát ültetnek el az iskola udvarán a ballagás alkalmával, idén sem volt ez másként. Ezt követően Sümegi József, a gimnázium igazgatója vett búcsút a 12. A és a 12. B osztályok tanulóitól. Most a ti életetekben egy erős szál szakadt el. Egy olyan szál, amely eddig óvott és védett benneteket, amelyben alakultatok és szocializálódtatok is. Az iskola egy ilyen erős szál volt. Búcsút intetek most, itt Bátaszéken közel 50 diák int búcsút az Alma Maternek, régen így nevezték az iskolát. Egy támogató, egy tápláló anya, amely nem csak fizikálisan növeli az embernek az életét, hanem szellemiekben és lelkiekben is. És ehhez hozzátartozik a búcsú nem csak a diáktársaktól és a tanároktól, hanem magától az intézménytől, az iskolától, amely óvott, védett benneteket, figyelte a gyarapodásotokat szellemiekben és testiekben is. Mint a gimnázium vezetője kiemelte, a diákok eredményei nem jöhettek volna létre az őket végig támogató közeg nélkül. Legyen szó a szerető otthonról, családról, szülőkről, nagyszülőkről, vagy éppen a fiatal elméket pallírozó pedagógusok támogatásáról. Az életünkben vannak olyan dolgok, és befejezésként még erre szeretném a figyelmeteket fölhívni. Vannak olyan dolgok, amelyek az életnek az alappillérei. Négy ilyen alappillér van, amely nagyon fontos az életünkben. Az egyik az értékrendünk, a másik az erkölcsünk, a harmadik a magatartásformánk, a negyedik pedig a közösségi életünk. Mindegyik nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy ezek az életnek a legfontosabb alappillérei. Az értékrend azt jelenti, hogy az élet dolgaiból mit tartok fontosnak, és mit nem. Mit tartok értékesnek, és mit nem. Erre próbáltunk benneteket nevelni, és ebbe próbáltunk benneteket bevezetni az iskolai tanulmányaitok során. Aztán erre az értékrendre épül az erkölcs, a viselkedés kultúránk. A családotok és az iskola megpróbálta ezeket az alapokat kialakítani. A ti feladatotok az lesz, hogy ezeket tudatosan fejlesszétek és erősítsétek magatokban. Kívánom, hogy mindenki erős szálakat tudjon kiépíteni az életében, amelyek biztos támpontok lehetnek. Kívánom, hogy tudjatok biztos alapokat építeni, amelyre munka, karrier, család
és boldog élet épülhet. A diákokra a szombati meghitt ballagást követően még néhány óra pihenés várt, hétfőn viszont megkezdték az idei írásbeli érettségiket. Városi majálisra várták az érdeklődőket Bátaszéken, ahol változatos programokkal készültek a szervezők. A rendezvényt májusfa állítással kezdték, majd a helyi egyesületek léptek színpadra. Később pedig sztárfellépők is szórakoztatták a résztvevőket. És a szalagnak az egyik felét ketté hasítottuk, vagy ketté vágtuk. Ez azért van, hogy megkönnyítsük a ti dolgotokat. Tehát ne a másik felét kössétek föl rá, hanem ezt így simán megfogjátok. Mindössze pár perc elég volt arra, hogy a szorgos gyerekek feldíszítsék a májusfát Bátaszéken. Majd néhány önkéntes segítségével a helyi tűzoltók felállították az immár színes szalagokkal dekorált több méter magas fát. A munka ünnepén, illetve május 1-én a bátaszéki majálistán indítottuk a május fállítással. A bátaszéki hagyományozó tánccsoport tagjai, leginkább a legkisebb tagjai, a gyerekek voltak azok, akik a színes szalagokkal felszalagozták a város májusfáját, és a bátaszéki tűzoltóság munkatársainak a segítségével felállítottuk a helyére. Örülünk, mert az elmúlt esztendők ugye kicsit foghíjasra sikerültek, már hogyha a rendezvények szemszögéből nézzük ezt az egészet, és ebben az évben két év kihagyással a majálist is meg tudjuk tartani. Ez nem jelent mást, mint hogy a május fállítást követően a helyi csoportok, művészeti csoportok, de akár az idősek, a nyugdíjasok meg tudják mutatni, hogy mit tudnak igazából. Egy rövid műsorral készülnek, és hát 18 órától sztár vendégeket is fogadunk még hozzá. Bódi Guszt és Margó fogja majd ropni, illetve a táncra buzdítani a jelenlévőket. Bízunk abban, hogy sikeres lesz a rendezvény, az idő az kegyes lesz hozzánk, és mindenki jól fogja érezni magát. Így van az első nagy szabadtéri bátaszéki rendezvényem. Mindenki nagyon nagy izgalommal várja már a lehetőséget, a programokat, hogy hol tudunk egy kicsit fölállni, megmutatni magunkat, és a mai alkalommal fogunk a kicsi csoporttal először színpadra lépni, úgyhogy nagyon nagy az izgalom, mert hát mindenki izgul, én is. A picikékkel Juden Polka, Schuster tánc, Florisita, a két táncban ugye énekelni is kell, nagyon-nagyon lelkesek, nagyon ügyesek. Hát a nagyobbak ugye ők már azért a kicsit technikásabb, nehezebb táncokat táncolják. Az első fellépő a nagyoknál az Apple Zsóka és Szabó Bence lesz, ők voltak minősülni március 5-én, ezüst minősítés nyertek, és szeretném, hogyha azért a közönség is megismerni ezt a nagyszerű produkciót. Utána ugye jön az egész csoport, a frisst fogják táncolni, ahol bekapcsolódik az utánpótlás, és akkor a másik két táncban, ami a bátaszéki Springer meg a Gyönki, azt viszont már az ifjúsági csoport táncolja. A pandémia miatt ugye az elmúlt években nagyon kevés alkalom volt, hogy Bátaszéken nagy közönség előtt megmutatkozzunk. A gasztronómia est volt októberben talán az utolsó olyan rendezvény, ahol részt vettünk, de ott sem táncolni mentünk, hanem főzni, sütni, étkeinket mutattuk be. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú idő óta ez az első olyan nagyobb rendezvény Bátaszéken, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig
felmehetünk a színpadra, és újra táncolhatunk a bátaszéki közönségnek. Ma minden korcsoportunk színpadra megy, tehát az ovisoktól kezdve aprók, utánpótlás és felnőtt csoport. Mindenki legjobb tudásának megfelelően készült a mai napra. Ugye fontos nekünk az, hogy bátaszéken is megmutatkozzunk, hogy részt vegyünk a városi rendezvényeken, és ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan energiabefektetéssel veszünk részt egy bátaszéki rendezvényen, mint akármilyen másik, esetleg nagyobb megmérettetésen. Úgyhogy örülünk, hogy végre itt vagyunk, végre van rendezvény, és bátaszéken is táncolunk. A rendezvényre több környező településről is érkeztek résztvevők, volt, aki Őcsényből látogatott el a programra. Tetszik meg mindenek, voltunk árosítani, és itt minden már bátaszéken meg. Eljöttünk körülnézni, vásárolni egy kicsit, meg hát a fellépéseket. Vettem dolgokat, meg játszottam a barátaimmal. Kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak elfoglaltságot. Várjuk, hogy színvonalas program lesz valószínű, csak nem kedvező az időjárás erre a remek programra. Ugye kíváncsiak vagyunk a német tánccsoportra, meg a nemzetiségi csoportokra. Ez a pandémia ez mindenre rányomta a bélyegét, ugye, mert nem lehetett sehol programot, és ilyenkor jó, ha az ember ki tud mozdulni egy kicsit, a közösséget építeni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!